Köszöntöm a Pannon gazda nézőit. Továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy az őszi vetés kifagy. Az október 20-a után elvetett búza ugyan kelésnek indult, de a bokrosodása még nem kezdődött meg. Magyar Kanizsán egy szakelőadás keretében ismertették a mezőgazdasági stratégiát. A piacok helyén lakóház épülhet? A nemrég elfogadott új közpartnerségről szóló törvényről is szólunk. Tavaszra kezdődhet meg Bács-Fekete-hegyen és Szikicsen a határrendezés. Ezekkel a témákkal foglalkozunk mai műsorunkban. Tartsanak velünk! Az elmúlt hetekben az enyhe és csapadékos időjárásnak köszönhetően a topolyai határban az optimális idő után elvetett búza is kelésnek indult. A kenyérgabona bokrosodása azonban a parcellák 80%-án még nem kezdődött meg. Egyelőre a növény főgyökere fejlődött ki, a hajszálgyökerek még nem, ezért még mindig megtörténhet, hogy a gabona kifagy. A búzák, amit ott október 20-a után elettek vetve, azok most már kelegetnek, és az enyhe időnek köszönhetőek nagyon szépen bújnak. Na még ez nem jelenti azt, hogy ezek a búzák még maradnak, és hogy nem lesznek károk. Tudnélik, hogy ha a bokrosodási fázis nem érik el, akkor a búza könnyen ki tud fagyni. Talán annyiból lenne jó, hogyha csapadék, szép idő, vagy ha nem, akkor hó, és ne legyenek kemény, száraz fagyok, abban az esetben megszakad a gyökér. Tehát itt még nincs is gyökér, tehát azt lehet mondani, itt még csak az egy vékony szál főgyökér van, tehát a hajszál gyökerek eztán fognak kialakulni, és most nagyon jó lenne az enyhe idő, vagy pedig a hótakaró. Mindenfelé mondhatni, hogy bokrosodás még nem keletkezett, vagy csak egyes parcellákon nincs bokrosodás. Hogy áll most a helyzet? Azt lehet mondani, hogy körülbelül az a 10% és 20% között van, ahol megkezdődött a bokrosodás. Tehát azok a parcelláknál, ami 20-a, október 20-a előtt lettek elvetve, azoknál igen, azoknál megindult, de csak megindult. Tehát ott sem még nem fejeződött be a bokrosodás, tehát azt lehet mondani, hogy 80% az még nagyon kritikus állapotban van. És mit lehet elmondani a vetés területről? Mennyire csökkent itt a búza árpa vetés területe? Ugye minden évben mondhatni, hogy az a téma, hogy kevesebb. A szerbiai átlag is azt mondja, hogy jóval kevesebb az idei, mint ami volt tavaly. Sokkal kevesebb, mint az előző évekhöz képest, de azt lehet mondani, hogy ez a tendenció már évek folyamán így van, tehát hogy minden évben kevesebb, még kevesebb. Na most valószínűleg, hogy ez a száraz időjárás hozzátett ahhoz, hogy nem lehetett a munkákat elvégezni, és nagyon sokan meghagyták a búzát, tehát nem vetették el. Szerbiai szinten vannak ellentmondó adataink, tudnélik, a minisztérium az azt mondta, hogy körülbelül a 400 ezer hektár van elvetve, tudomásunk szerint nem. Tudomásunk szerint körülbelül az a 260 ezer hektár, ami el van vetve. Ez nagyon kevés, tehát ez szerbiai szinten is nagyon kevés, úgyhogy könnyen megtörténhet, hogy a következő évben leszünk szorulva búzabehozatalra. Mit lehet elmondani most, mi a teendő a parcellákon most ebben a téli időszakban? Azt lehet mondani, hogy azok a termelők, akik az alaptrágyát megadták neki, tehát műtrágya formájába gondoltam, azoknak is nagyon szerencsések ebből a szempontból, mert itt a búza kap most annyi tápot, amennyire nagyon szüksége van neki. Csapadék az még mindig nagyon kevés. Nagyon fontos lesz a következő évben, hogy korán elvégezzék a fejtrágyázást, ez nagyon fontos lesz, és talán nem egy menetben, hanem két menetben. Tehát az ureával kellene indítani, utána mindjárt az án, és valószínűleg, hogy az elkövetkező évben nagy szerepe lesz az úgynevezett foliáris, vagyis a levél keresztüli tápanyagozás, mert én szerintem itt direkt a levélen keresztül, tehát a hatás az 1-24 óra alatt meglátszik, és talán lehet, hogy majd a nagyobb hangsúlyt erre fogjuk fektetni. Amire talán fölhívnám a termelőketnek a figyelmét, hogy a mezei rágcsálóknak az elszaporodása nagy mértékű, ez a száraz időnek köszönhető, tehát a mezei egerek, a güzőegér, tehát ezeknek a különféle mezei egerek, mert többfajta van, tehát ezeknek a szaporodása nagyon nagy,
és ezeket el kell végezni. Tehát, hogy most milyen formában, vagy granulás formában, vagy palettás formában, vagy zselatinos, tehát abszolút mindegy. A lényeg az, hogy tudatosan és szélszerűen bele a lukba dobni a mérget, nem sokat kell, van az úgy mondhatnám, hogy cinkfoszfid aktív anyaggal becsábázott buzamag vagy árpamag, és a 15-20 g-tól többet nem kell egy lukba tenni, az azt jelenti 2-3 szemtől nem többet, bele a lukba, tehát a környezetünket azért ugye védenünk kell, ez az egyik, a másik pedig a vadakat is. Magyar Kanizsán állategészségügyi szakmai előadásokat tartottak a mezőgazdasági civil szervezeteket tömörítő Agrárunió szervezésében. A témát újvidéki szakemberek ismertették. Az állategészségügyi előadásokon elsősorban a juhok betegségeiről esett szó. A mi kérésünkre a fertőző sántaságról, tehát a birkáknál tudni kell, hogy az egyik legnagyobb és legkomolyabb kárt teszi az állományokba a fertőző sántaság. A sántaságról beszélnek egy kicsit ezek az emberek, meg hogy lehet ezt egy kicsit csökkenteni, mert úgy hallottuk az előadásból is, hogy ami állomány megfertőződik, az végül is megmarad ez a betegség, ezt csak vissza lehet szorítani, csökkenteni, enyhíteni lehet, de teljesen kigyógyítani nem tudjuk a birkáknak a sántaságát, viszont a másik betegség pedig, amit ahogy az ő elbeszélésükből hallottuk, a vetélés, ami szintén a juhoknál, a birkáknál jelentkezik, és ők ezen este meglepődtek, hogy ők erről még nem hallottak, viszont itt a mi juhászaink között ez a betegség nagyon elterjedt. A szakemberek szerint az állatállomány frissítésére két okból kifolyólag is nagy szükség van. Nagy szükség volna vérfrissítésbe az állományoknál, tehát tenyészbakok behozatalára lenne szükség, és megpróbálunk ebbe a témába majd lobbizni a tartomány felé, meg persze az önkormányzat felé is, hogy segíts a kanizsai tenyésztőket abba, hogy egy kis vérfrissítésképpen külföldről tudjunk tenyészbakokat behozni. Kanizsa környéki juhászoknak nincsenek törzsállományaik, tehát nem jogosultak a támogatásokra, ami nagy segítség lenne minden egyes juhászat részére, ugyanúgy a kecsketartóknál is. Tehát az állam csak a törzskönyvezett állományokat ismeri el, és azok után fizet támogatást. Viszont nálunk ez nincs, és szeretnénk ezt is bevezetni. Van ennek egy folyamata a szakszolgálatokon, a mezőgazdasági szakszolgálatokon és egyéb ilyen szakmai intézményeken keresztül ez megoldható. Időbe telik, de megoldható az, hogy az állományok törzskönyvezetté válhassanak, és utána jogosultak legyünk a támogatásokra. Más ágazatokhoz hasonlóan a kecske és juhállomány csökkenése vajdasági jelenség. Hát mindenütt csökkennek az állományok, mindenütt vannak, akik lemorzsolódnak, akik felhagynak a tenyésztéssel, a jószágtartással. Nálunk is ez jellemző, sőt, hát mint ami már többször elmondtunk, hogy a földolgozó hiánya az, ami nálunk nagyon nagy probléma. Az Újvidék környéki, meg Vérbász környéki gazdáknak rendelkezésére áll több fölvásárló, tehát több tejfeldolgozó üzem is működik ott azon a környéken, viszont Északbácskában, Északbánlátban egyetlen egy tejfeldolgozó nincs, aki kecsketejet és birkatejet dolgozna fel. És hát mi továbbra is ezen dolgozunk, hogy megvalósuljon a immár 6 éves álmunk, hogy fölépítsünk egy tejfeldolgozót, ahol megoldódna ez a probléma. Állandóan ezen dolgozunk, voltak próbálkozásaink, próbáltunk nemzetközi kapcsolatokat felvenni Magyarország felé, próbáltunk befektetőket találni. Voltak is itt nálunk érdeklődők, de hát még ez a Szerbia előcsatlakozása meg nem valósul, addig senki sem nem mer konkrét lépéseket tenni. A múlt hétvégén láttunk vendégül egy magyar befektetői csoportot, akik érdeklődnek, és az ő termelési programjukat is idehoznák. Az előadás keretében a szerbiai mezőgazdasági stratégia tervezetéről is szó volt, amely iránt nagy érdeklődés mutatkozott. A stratégia tervezet kizárólag szakmai kérdésekkel foglalkozik. És mi megpróbáltuk most bemutatni, röviden fölvázolva,
azt a lehetséges utat, amellyel talán még meg lehet menteni a vajdasági és a szerbiai mezőgazdaság helyzetét. Mennyiben tér ez el az eddig kijelölt úttól? Nagyon egyszerű a kérdés, tehát 2004 és 2006 között a szerbiai költségvetés mintegy évente mintegy 5%-át választották ki a mezőgazdaság fejlesztésére. 2007-től errefelé ez egyre csökkent, ebben a pillanatban 2,4%-on van. Ez a kiválasztás, ez katasztrofálisan kevés pénz, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a költségek, tehát az üzemanyag, a műtrágyák és egyéb dolgok gyakorlatilag 100%-ban megemelkedtek azóta, akkor kiderül, hogy a 2,4% nem 2,4%, hanem 1,5% vagy 1,6% vagy 1,7% gyakorlatilag elszegényítették a mezőgazdaságot. Természetesen nem csak emiatt állunk rosszul, hanem a döntéshozatal, a végrehajtó szervek, gyakorlatilag a mezőgazdasági minisztérium olyan rendeleteket, olyan döntéseket hozott és olyan fejlesztési elképzeléseket akart végrehajtani, amely a 700 000 regisztrált termelőből 75 000-nek meghozta a jobb életet, a 90%-nak pedig tragédiát, illetve gyakorlatilag a lét fenntartás küszöbén való harcot eredményezett. Mi most ezt a stratégiát úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a következő választások előtt az asztalra tenni. Mi nem politikai programmal szeretnénk megjelenni a politikai szintéren, hanem mint valamikor régen azt mondták, hogy a szakmaiság a politika előtt. Mi azt szeretnénk bizonyítani, hogy igenis a kisembernek is van lehetősége, és ez a program gyakorlatilag ezt a lehetőség tömeget vázolja fel. Ezt a programot szakmai csoport dolgozta ki, ezt a stratégiai programot. Ezt a stratégiát kimondottan szakmai csoport dolgozta ki, három volt mezőgazdasági miniszter vezetésével, Ivana Dulić Markovics asszony, Sasa Vitosevic, lehet, hogy a termelők már nem emlékeznek a nevére, a Kis-Jugoszlávia első mezőgazdasági minisztere volt, illetve Goran Zsivkov, aki szintén egy másfél évig töltötte be a miniszteri tárcát, ő a harmadik szakemberünk részben, mivel Ivana Dulić asszony jelen pillanatban a Nemzetközi Mezőgazdasági Világszervezetnek dolgozik a FAO-nak, onnan is lettek bevonva szakemberek, illetve mintegy 40 fős ő köré csoportosuló agrárközgazdász, agrárjogász és mezőgazdasági szakértői csoport vett részt ebben a munkában. A stratégia tervezet a helyzetelemzésen túl egyértelmű és konkrét tennivalókat szorgalmaz. A mezőgazdasági stratégiánk azt jelenteni, hogy azonnal 5%-os szintről kellene indulni, azonnal vissza kellene állítani a hitelalapokat a mezőgazdasági minisztériumba, azonnal meg kellene szüntetni a nyugdíjalaphoz kötött szubvenciók további folyosítását, és úgy, mint annak idején a regisztrált gazdasághoz kell kötni, azonnal ketté kell választani a gazdasági és a szociális intézkedéseket, ami egyben azt is jelenti, hogy szociális védelmi hálót kell húzni az idős háztartások a nem komerciális gazdaságok köré, illetve a következő dolog, ami eldöntően fontos az, hogy az állam vegyen részt a finanszírozásában a mezőgazdaságnak, a beruházásában, tehát ha 5 dinárba kerül valami, akkor az állam legalább 2 vagy 3 dinárral vegyen részt, és vissza nem tétendő eszközökkel. Volt már ilyen program, akkor kezdődtek a tárolók, akkor kezdődtek a hűtőházak kiépülni. Ez ugye 6-7-8 évvel ezelőtt kezdődött, ezt megszüntették. Mi ezeket mind szeretnénk visszaállítani, és most már az új, hogy úgy mondjam, európai és világkörülményekhez hozzáigazítani a vajdasági termelők lehetőségeit. A Magyar Kanizsai Agrárunió a téli hónapokban újabb előadásokat szervez, amelyek célja, hogy tájékoztassa a helyi gazdákat az aktuális mezőgazdasági témákról. A Szerbiai Piacok Üzleti Egyesületénél arra figyelmeztetnek, hogy a közpartnerségről és a kommunális tevékenységről szóló törvények gyakorlati alkalmazásával óvatosnak kell lenni. Az új jogszabályok lehet, hogy negatív hatással lesznek a piaci tevékenységre. A nemrég érvénybe lépett törvény ugyanis lehetőséget ad arra, hogy a közvállalatok részvényeinek több mint 50%-a magánkézbe kerüljön. Azután az sem kizárt, hogy az új tulajdonos például a piac helyén lakóházat épít, vagy a piac teret más üzleti tevékenységre használja. Zakonski set omogućuje potencijalnu privatizaciju javnih komunalnih preduzeća, odnosno stvara sve uslove za potpisivanje ugovora o javno-privatnim partnerstvima, što znači da su praktično i pijace, odnosno pijačne uprave u situaciji da od naredne godine mogu razmišljati o tome da bi mogli biti privatizovane. Szerbiában jelenleg egyensúlyban van a piacon és a bevásárlóközpontokban a történő értékesítés, és ezt meg kellene óvni, véli az ügyvezető igazgató. Udruženje pijaca Srbije smatra
da osnivači, odnosno lokalne samouprave, treba da ostanu većinski vlasnici pijačnih uprava. Dakle, nema ništa protiv najavljene privatizacije ili ugovora o javno-privatnim partnerstvima, čak suprotno, jer i pijačnoj delatnosti je potreban input svežeg kapitala, ali s obzirom na značaj ove delatnosti i na činjenicu da pijace danas stvaraju ravnotežu na tržištu prvenstveno voća i povrća na celoj teritoriji zemlje, mi mislimo da lokalne samouprave, odnosno globalna država, treba da ostane neka vrsta kontrolora u odnosu na ono što bismo u budućnosti imali na pijacama. Ja ću to potkrepiti podacima. U poslednjih 5 godina od 30 do 35% tržišnog udela ukupnoj prodaji voća i povrća na teritoriji cele Srbije drže pijace. U proteklih 5 godina pijačna delatnost jako ima sve izraženiju konkurenciju super i mega marketa, beleži stalni rast prodaje. U prvih 9 meseci ove godine u odnosu na prošlu godinu zabeležen je rast od 10,1%, što je takođe pokazatelj da pijace jesu veoma značajni alternativni kanali distribúcie. Az illetékes szerint közvetlen vagy közvetett módon 200 ezer szerbiai lakos élete kötődik a piacokhoz. Lehetőséget adnak kistermelőknek árujuk értékesítésére, ami által csak nem 70 ezer ember jut munkához Szerbiában. Ti ljudi u tom stepenu razvoja nisu ni sposobni, niti mogu svoju robu plasirati u oficijalnoj trgovini, a pogotovo ne u supermarketima jer nemaju količine. Njima su pijace praktično jedini kanal distribucije. To je, dakle, nešto što mi smatramo da treba kontrolisati, da treba da postoje društveni mehanizam koji će voditi računa o tome da se ravnoteža, nekakav balans koji trenutno postoji, ne naruši, i naravno pokušat ćemo da sve uradimo da upozorimo sve nadležne organe da u ovom procesu budu oprezni, jer pijace između ostalog imaju i jako dobre lokacije. Nesumnjivo je da bi privatizacija potencijalno neke od tih lokacija mogla ugroziti, u smislu da stare tradicionalne lokacije za pijačnu delatnost bi možda neko iz krajnje razumnih tržišnih razloga mogao pretvoriti u nešto drugo, jer one ne donose profit možda onakav kakav bi neko ko je, recimo, postao većinski vlasnik pijaca očekivao. Mi smatramo da je to u principu taj deo posla koji na sebe treba da preuzmu lokalne samouprave, odnosno država, da budu kontrolori tog procesa i da vode računa o tome da pijačna delatnost koja na ovim prostorima stvarno ima ono vekovnu tradiciju, ostane od takva kakva jeste, da se naravno prilagođava potrebama ono života u 21. veku, ali da ostane u tom obliku takva kakva jeste, jer, kažem, omogućuje velikom broju malih proizvođača da na pijacama plasiraju svoju robu i omogućuje naravno velikom broju ljudi da se snabdeva na pijacama onim vrstama robe kakve ne može naći u oficijalnoj trgovini. Mit lehet válogatni a záruba, megkérdezheti, hogy ez az enyém, vehetem vagy nem vehetem, a záruházakban meg amiben van csomagolva, azt tessék elvenni. Ez, talán ez. Viszont az áruházak kellemesebbek télen, mert meleg fűtött teremek, itt meg bizony hideg van. Hogy tudnak kijönni a konkurenciával? Tehát esetleg meg lehet-e élni a piaci árusításból? Hát nem nagyon. Én sajátomat árulom. Mint magántermelők vagyunk, bizony nagyon nehéz, nem fizetik meg. Itt mindenből többet kínálnak, még legalább friss az áru, de oda beviszik, ott egész hetet áll. És ott nem olyan minőséges, hiába ott a minőségeset bevisznek, de egy egész hetet csak oda visszarakosgassák, az biztos, hogy nem olyan. Van itt minden nap, van még mindig friss ötönyök van. Előbb egy a káposztát, még most vágtam tegnapja fődői. Úgyhogy van állandóan friss áru. Az emberek értékelik is ezt? Tehát vannak állandó vevőik? Értékelik, hallod, mert én nekem a 99%-a mind majdnem 100 éves vevőim, 20-30 éve, akik egyszer megálltak, azok gyűnnek is állandóan. Mi 33 éve elmúlt, hogy ezen a helyen vagyok. Iprosítom. A IFT némi. A mogu ide bírom. Znači vi redovno kupujete na pijaci? Redovno na pijaci.
Zavisi od robe. Neki put potrfi se tamo da je bolje, neki put tu i tako da nema tu razlike. Ista je to roba. A törvény alapján az önkormányzatok dönthetnek a közvállalatok, illetve a piacok magánosításáról és annak részleteiről. A kishegyesi községben Bács-Feketehegyen és Szikicsen tavaszra indulhat meg a határrendezés. Erre azért van nagy szükség, mert a felaprózott parcellák miatt a termelés már nem gazdaságos. Beindult ez a folyamat, hogy úgy mondjam, ugye elkészítettük, a község elkészítette a programot. Erre megvan a minisztériumnak a jóváhagyása, beadtuk a pályázatot a tartományi titkárságnál, azt várjuk, hogy eldőljön, hogy megkaptuk-e, és hát azt mondták, hogy mivel az átadott dokumentáció rendben volt, hogy több mint valószínű sikeresen fogunk pályázni, és akkor 55%-át az összköltségeknek fedezi a tartományi titkárság. Ez egy nagyon nagy könnyítés lenne, nagyon biztos támpont lenne, és akkor már is, ha ez eldől, akkor komolyabban hozzáfogunk a munkához, akkor kezdünk el majd a termelőkkel tárgyalni a részletekről. A költségeknek egy nagy részét még le tudja majd fedni az önkormányzat is, az állami földek bérletéből befolyó pénzekből, tehát a termelőknek minimális részt kell majd vállalni a költségekben, azt gondoljuk. Erről el fogunk beszélgetni a termelőkkel, és közösen, azt gondolom, hogy közösen fogjuk, az volna a helyes, és az lesz csak a jó, ha közösen megállapítsuk az alapvető szabályokat a komaszációnál, és ha ezt mindjárt elfogadtuk, akkor a bizottságok már ki vannak nevezve, ki kell írni a pályázatot, és elvégezni a komaszációt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan előfeltétele a gazdaságos termelésnek, amit semmi mással nem lehet helyettesíteni. Tehát a felaprózott parcellák hátrányát, a nem megfelelő méretű, hosszú parcelláknak a hátrányát nem lehet ellensúlyozni semmi agrotechnikai, vagy közgazdasági, vagy bármilyen más tényezővel. És ez különösen akkor nagyon fontos, hogyha tudjuk azt, hogy rohamosan fejlődik a mindig modernabb, újabb, nagyobb kapacitású gépek jelennek meg a piacon, és csak ilyen gépekkel lehet fennmaradni, versenyképesnek maradni a piacon, és hát ezt azt gondolom, hogy azok is, akik most talán visszajognak a komaszációtól, be fogják látni, hogy ez egy hasznos dolog volt, és közösen a pozitív energiát összegyűjtve az össztermelőtől azt gondolom, hogy nagyon sikeresen meg tudjuk majd oldani és megteremteni az előfeltételeket egy gazdaságos termeléshez, úgy a növénytermesztésben, mint az állattenyésztésben. Bács-Feketehegyen és Szikicsen indulhat meg ez a határrendezés, itt mekkora területekről van szó? Hát a Bács-Feketehegyi kataszteri község ott 6000 hektár körül, a Szeghegyi az 3500 hektár körüli területet ölel magában, és hát úgy gondoljuk, hogy jó lesz, hogyha egyszerre végezzük, ezt el egyszerre csináljuk, hisz a teljes hosszában, úgy mondja, mind a két kataszteri község határos egymással, tehát az úthálózat is folytatódik, egybekötődik, tehát nem szakad meg egy bizonyos út azért, mert ugye ott a határút. Ez egyik dolog, a másik, meg, ami talán még fontosabb dolog az, hogy egy csatornára megvannak már a tervek, már elindult az építése Kula irányából, és ez mind a két kataszteri községet érinti. Tehát jó dolog az, hogyha megcsináljuk egyszerre, a harmadik indok, ami szintén nyomós lehet, az pedig az, hogy ha nagyobb területről tárgyalunk a kivitelezőkkel, amikor kiírjuk a pályázatot, akkor alacsonyabb árat lehet elérni hektáronként, ugye, hogyha ez a terület nagyobb. Tehát, hogyha mind a két kataszteri községre egyszer írjuk ki a pályázatot, akkor reméljük azt is, mert ilyen visszajelzéseket is kaptunk, hogy akkor olcsóbban meg lehet oldani hektáronként az egész folyamatot, mint hogyha mind a két kataszteri község külön-külön pályázna. Köszönöm figyelmüket! A jövő héten a területalapú támogatásokról is szólunk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!